akármilyen furcsán is hangzik, ugye a párkapcsolatnak nagyon fontos eleme a szülőség, és nagyon fontos közös élmény a szülői élmény. Erre most már nyílik tér, hiszen a gyerek már hajlamos bizonyos távolságra eltávolodni, tud helyzetet változtatni, és most már tud helyet változtatni, és képes eltávolodni. Ez egy sajátos dinamikájú dolog, ugye folyamatosan visszanéz, hogy még biztonságban van-e, hogy ő még látja-e azt, aki őt nézi, és hogy az, aki őt nézi, az pedig látja-e őt. Ez egy ilyen biztonsági szám, nagyon fontos, mert különben betévedhetne az erdőbe, vagy fölfarhatna a farkas. Ugyanakkor ugye már egy ilyen önállósodási törekvés is van benne, tehát olyan, mintha ez egy ilyen rugalmas, egy ilyen gumikötél lenne, hogy azt, hogyha túlfeszíti, akkor visszarántja. De jó nagyot ránt rajta, és egészen az ember ölébe rántja vissza. Ezt hívjuk egy érzelmi tankolásnak, ilyenkor valamilyen ürügyel, vagy sokszor még az se kell hozzá, csak úgy egyszerűen úgy elfogy a cérnája, vagy a gumikötel, aztán visszarohan. Ez a folyamat. Na most ha ketten viszitek valami olyan helyre, ahol van a túlsó végén korlát, vagy amiben kapaszkodjon, vagy van tér, akkor az érzelmi tankolás utáni szakasz az nagyon alkalmas arra, hogy megfigyeljétek a saját gyereketeket, és tudjatok róla valahogy úgy beszélgetni, mint emlékeztek, amikor az volt a feladat, hogy na most vajon a sírásának milyen nevet adhatunk. Az ember azt érti meg, amit meg tud fogalmazni. Tehát csak egyszerűen beszéltek azt, hogy nézd, milyen peckesen lépdel, vagy nézd, milyen kis bugdácsolóan megy, nézd, hogy mire figyel oda, szemügyre veszi a mászókát, vagy megrezzen, amikor a frásznéni, vagy a samunéni ordít egy nagyot az ő unokájára. Szóval, hogy mi az, ami őt leköti, mi az, ami őt érdekli. Ami talán még izgalmasabb, hogy amikor meg érzelmi tankolásban ott van, akkor nézzetek meg egy másik gyereket. Mert az nagyon sokat jelent, hogyha ha látjátok a kortársak viselkedését, látjátok, hogy őket mi mozgatja, mert hiszen itt mi most arról és csak arról tudunk beszélni, ami minden gyereket egyformán mozgat, tehát az ilyen alapvető igazságok, mint hogy exploráció, meg eltávolodás, közeledés, érzelmi tankolás, figyelemigény. Ezt jó, hogyha megértitek, mert abban a pillanatban, ahogy érzitek, hogy ilyen applikációk futnak, abban a pillanatban könnyebben megértitek, hogy mi történik a ti gyereketekben, és ahelyett, hogy ítélnétek, ahelyett megértitek, és hogyha megérted, akkor meg is szereted még jobban.